Közeledik a Valentin nap, a szerelmesek ünnepe, ami továbbra is sokak számára megosztó nap. Sokan szeretik, de sokan vannak, akik szerint ez a nap ugyanolyan, mint a többi. Ugyanazt fogom csinálni, mint minden nap. Szerintem nincs értelme ennek az ünnepnek. Ugyanolyan nap, mint a többi szerintem. Nem csak ezen a napon kell szeretni a párunkat, illetve szerintem túl van hype-olva, nincs igazán értelme. Gyerekekkel vagyok, velük ünneplem. Vannak olyanok is, akik a hétköznapot igyekeznek egy kicsit megszínesíteni, ajándékkal, kedves gesztussal készülnek párjuknak. Dolgozni fogunk, de attól függetlenül készülök, igen, valószínűleg egy kanapét fogok neki vásárolni. A párommal fogom ünnepelni, ugye el fogunk menni sétálni, meg vacsorázni fogunk, meg ilyesmiket szoktunk. És azt gondolom, hogy nagyon szép ez a Valentin nap, ilyenkor sokat töltünk egymással. Ezt gondolom erről, hogy boldog nap ez a szerelmeseknek. A kisebb kereskedelmi egységek állványai már hetekkel ezelőtt megjelentek, a szív alakú csokoládék és bombonok. Jellemzően február elején többen keresik az édességeket. A vendéglátó egységekben is megnövekszik ilyenkor a forgalom. Különleges ital készül ebben a 60-i kávézóban, és a hűtőpult is megtelt színes süteményekkel, hangolódnak a szerelmesek ünnepére. Próbáltunk kedveskedni minden korosztálynak, készültünk epres, forró csokikkal, tejturmixokkal, mindenféle szép rózsaszínes, pirosas, szíveskés dolgokkal, gondolva a szerelmesekre, a tinikre, az idősebbekre. Próbáltunk a díszítéssel is mindenkinek kedvére tenni, hogy egy hangulatos, kedves, szerelmes hely legyen erre a pár napra. Hatalmas csokrot kötnek ebben a helyi virágüzletben, itt is a Valentin napra készülnek már. Különféle ajándéktárgyak, változatos színű és fajtájú virágok, virágdobozok, ezek is megtalálhatóak a polcokon. Idén újdonságnak számítanak a holografikus hatású világító figurák, a legklasszikusabb meglepetésnek azonban még mindig a vörös rózsa számít. A vörös rózsa az, ami ugye a dominánsabb. Ilyenkor szoktunk készülni rengeteg csokorral, vörös rózsacsokor, tulipáncsokor, van, aki a tavaszi csokrokat kedveli, különféle kiegészítőkkel, szívecske bele. Vannak késztermékeink, tehát amiket ugye mi gyártottunk, kézműves termékek, örök rózsával, virágdobozok, tehát plüssállatok, tehát mindenféle ilyen ajándéktárgyakat is lehet kapni. Akár egyedül, akár párjával tölti valaki a Bálint napot, az Ady Endre könyvtár várja az olvasás szerelmeseit. Ebből az alkalomból egész héten ingyen lehet beiratkozni az intézménybe. Mindezek mellett ünnepi könyvajánlóval is készülnek a munkatársak minden korosztálynak.